élet ebben a korban adhat az embernek, és azok a dolgok, amiket fölhalmoztam, akkumuláltam magamban, azok lassan használódtak föl, és hát mostanáig eltartottak. Hát meg sokáig fog tartani az meg, ahogy látom. Ami a továbbiakat, ahogy kérdezted, hogy mik a fordulópontok az életemben. Vagy első fordulópont, ami ahol valahol eldőlt, hogy milyen lesz az élete az embernek. Hát az, hogy milyen szakmát válasszak, az valahogy magától értetődő volt az én családomban, ahol generációkon keresztül mindenki a föld megművelésével foglalkozott, nem közvetlen ásással, szántással, de a gazdasággal, a mezőgazdasággal. Földbirtokos volt, és már 3 éves koromban kézen fogva kivitt a búzatáblába, és megmutatta, hogy milyen a búzakalász, milyen annak a szerkezete, van benne egy kis piros bogár, akkor lehet elkezdeni az aratást, amikor az a piros bogár megjelenik. Mert akkor már vágásra, aratásra érett a búzakalász. Igen, de ezeket iskolában nem lehet tanulni. Ezt nem tanítják. Meg különben is elmúlt, mert ma már egész más időben kell aratni a búzát, mint abban az időben, amikor kaszások sorba állva aratták, ugye, kézi kaszával a búzát, most meg a kombány. Hát gépek dolgoznak. Aratja le. Igen. És csépeli is ki. De hát abból rendkívül sokat tanultam apámból. Beszélünk a mai világról, hogy a mai gyerekeknek, szóval mi okoz nagy örömet, egy okostelefon, meg ilyen laptop, meg ilyen számítógép. Neked a gyerekkorodban mi volt, amitől boldog voltam? Mit akartál megvenni? Mi volt, ami... Hát kisgyerekkoromban? Hát te vagy, igen, gyerekkorodban, kamaszkorodban. Elmondom, mert ez most már mondjuk ritkábban fordul elő, hogy az 5. születésnapomra kaptam egy pónifogatot. Igen? Két kis egér szürke shetlandi póni, és egy szép kis fekete kocsi hozzá, piros kerekekkel, szép szerszámmal a lovaknak, és hát ezt élveztem ott a játszótársaimmal együtt, úgyhogy, de persze apám, aki nagyon komolyan vette a dolgot, megkövetelte azt, hogy a lovakat én lássam el. Tehát én tisztogattam, igen, én takarítottam ki az almot. Csutakolni kellett. Igen, én mértem ki az abarakot nekik, szóval én gondoskodtam a lovakról, legalábbis akkor, amikor a közelben lehettem. Hát ez volt egy nagy szenzáció a gyerekkori életemben. Talán a második és... A kamaszkorét, ha nézzük. Akkor mi volt a technikai csúcs, vagy mit akart ember megkapni? Hát akkor nem volt még nagy technika, ugye. Apámnak ugyan volt autója, személyautója, egy Lizi, de egyébként hát például abban az időben még a közlekedés nem jobbra, hanem balra. Ezt akartam kérdezni, de igen. Nem voltak közlekedési táblák, nem volt természetesen, nem volt lámpa. És hát az autók is nagyon primitívek voltak természetesen. De én nekem nagy
nagy örömömre szolgált, hogy olyan 13-14 éves koromban már megengedte apám nekem azt, hogy én ellenőrizzem az autóban, hogy van-e benzin. Nem volt még benzinkút, úgyhogy a raktárban, hordóban volt a benzin, és ugye úgy kellett beleszivattyúzni az autóba, meg kellett néznem, hogy az olaj rendben van, meg a kerekeknek benne a levegő rendben van, és megengedte azt is, hogy a garázsból kiálljak az autóval. Nagy dicsőség volt, és azért még azt is elmondom, hogy hát ez a téli időkben volt, amikor azt a városban töltöttük el a téli hónapokat, és hát én persze iskolába jártam, és apám ment ki a gazdaságba, de sohasem engedte meg, hogy én az autóval menjek, meg vele menjek. Mindig gyalog kellett mennem az iskolába. Nem volt persze katasztrofálisan távol. De az volt a célja, hogy gyerek ne kényelmesedjen, és ne játssza úri fiút, igen, hanem igen, tanulja meg a fizikai munkát. Pontosan. Nem? Köszönöm, hogy te mondod ezt, mert nem nekem kell megfogalmazni, de így hogy volt. Ez volt a szándéka. Volt, és én megtanultam értékelni azt, hogy az ember gyalog jár, és erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ismereteket tudjon szerezni. Így van. Tehát iskolába tudjon járni. Nagyon jó gimnáziumban volt szerencsém érettségizni ott egy több mint 300 éves múltú ferences gimnáziumban. És mikor érettségiztél? 1937-ben. 37. nagyon régen volt. Igen. Hát akkor a második világháború az kamaszkorodban, nem? Hát elvégeztem már az egyetemet. Igen. Amikor... 39 szeptemberében indult a második világháború. Igaz? Igen, hát mondjuk Magyarország számára azért... Később. Hát igen, 43-44. Neked mit jelentett az a háború? Hát én munkaszolgálatos voltam. Oh. És nagyon nehéz éveket éltem meg, vagy 3 évet. A Szibériában? Hát nem, annyira messze nem, de Ukrajnában. Először Erdélyben, aztán Ukrajnában, Lengyelországban voltam, és egy koncentrációs táborban fejeztem be. Egy fiatalember mit kezd ezzel a helyzettel? Aki pont végezte az egyetemet, és akkor hirtelen belekerül egy ilyen helyzetben, mi zajlik benne ilyenkor? Ha nagyon őszinte akarok lenni, ezt még sohasem nem mondtam el, mondjuk idegeneknek, hogy mindig szégyeltem magam. Szégyeltem magam, hogy egy erős, bizonyos testi és szellemi képességekkel rendelkező emberrel azt lehet tenni, amit a hatalom akar. És nem tudtam semmit ellene tenni. Nem tudtam, vagy nem volt elég kezdeményező készség bennem ahhoz, hogy tegyek. És ez végigkísért az egész rendkívül nehéz háborús éveken. És talán ez volt az oka annak, hogy amikor végül is a felsőbb hatalmaknak a akaratából és segítségével hazakerültem, akkor nem beszéltem soha erről a dologról.
Mintha önmaga előtt is, mert akarna letagadni? Nem tagadni, hanem nem vállalja önmaga előtt? Nem kezdeményeztem, és ha a lehetőségem lett volna arra, hogy elmondjam, hogy hogyan nyílott ki a gázkamrának az ajtaja, akkor nem mondtam. És most sem mondom, mert most, amikor erről ilyen sok szó folyik, úgyhogy én úgy éreztem, és talán ezért erőmön felül is igyekeztem minden humanitárius lehetőséget megragadni ahhoz, hogy egy emberszabású, humanitárius életet tudjak élni, azért, hogy ezt valamiképpen, ezt a tudatot ellensúlyozzam. Az igazság, hogy én olyan 20-21 éves voltam, amikor először láttam egy dokumentumfilmet. Amerikaiak készítették a Auschwitz felszabadításánál. És nem hittem el, hogy ez valós. Tehát amit ott látott az ember, és ott nem a működő, hanem hogy felszámolták, és a hullahegyek, meg ez valami szörnyű. Tehát felfoghatatlan, akkor kezdtem olvasni utána. És amit csak lehetett, azt elolvastam, hogy próbál megérteni az ember, hogy juthat el odáig, aki evolúció csúcsának érzi magát, és egy kultúrnép hogy teszi ezt meg, aki ezt meglátja saját szemével, ott mit, szóval, mit gondolkodik, hogy mi ez? Szóval milyen dilemmák vannak az emberben? Mit tehet meg az ember? Önmagát feláldozza, hogy valakit... Hát, ott már nem lehet semmit se tenni. Egyrészt nem voltam fizikailag olyan állapotban, hogy 42 kilósan szabadultam föl. Most 74 kiló vagyok, úgyhogy nem lehet éppen azt mondani, hogy kövér ember vagyok, de szóval mondjuk normális súlyú. De előbb lehetett volna, és csak nem volt, ahogy az előbb mondtam, nem volt elég kezdeményező erő bennem, és sokakban, akiknek lehetőségük lett volna, ugyancsak nem volt. De azok a képek, amiket lát az ember, azok a szagok, az kimegy hát az ember szagok, fejéből? Szagok például. Ugye? A szagok. Ugye azt tudod, hogy a szagok azok az érzetek közül a legtartósabbak. Hogy az ember egész életében emlékszik a nagymama ruhás szekrényének igen, a illatára, ugye? Vagy annak a birsalmának az illatára, hogy? Ami a szekrény tetején volt, és emlékszik az ember a krematórium illatára is, vagy a szagára is. Ez egy olyan teher az túlélőknek a vállán, amit kénytelenek elviselni. Nem lehet ezen már változtatni, pláne hát ebben a korban. És egyébként is már elég kevesen vannak, akik ezt... Egyre kevesebben. Ezt személy szerint átvészelték. És túl vagyunk rajta, és azt hiszem, hogy amellett, hogy ezt a társadalom emlékezetében meg kell tartani, így van. De nem szabad ezt a középpontjába helyezni az ember életébe. Mert az ember életének mégiscsak az alkotó munka kell, hogy legyen. De ez a gondolat kellett, hogy önmagában tudjon ellensúlyozni ezt a tapasztalatot, ezt a poklot? Nagy mértékben igen. És hogyha a környezet nem váltja ki az emberből újból és újból ezeknek a fölidézését, akkor egész
normálisan el lehet viselni. Én például mondjuk olyan szempontból nem tartom eredménytelennek és sikertelennek az életemet, hogy a szakmámat azt hiszem, hogy tisztességesen műveltem egész életemben, és hát mondjuk van egy néhány olyan dolog, ami belekerülhet a magyar agrártudománynak a történetébe. Nemrég láttam egy fényképet a világ legidősebb nőről, egy japán hölgyről van szó, 116 éves. Én is láttam. Láttad, a fejében ott a virág a hajában, sminkel, és eszi a tortát. Te amikor 100 éves leszel, akkor ő mint nő erősítette magában ezt a sminkel, hogy meg mindig, ez életről van szó, de mi van 116 éves, akkor mi van? 100 éves korodban, vagy 105 éves korodban, mi az, ami a férfi énedet, vagy emberi énedet megerősíti? Nézd, objektíve én úgy érzem, hogy már többet éltem, mint amennyit kellett volna. Hogy csak 95 éves vagy. Igen, de... azt hiszem, van ennek egy technikája, hogy csak addig érdemes élni, amíg az ember valamit alkotni tud. És én ezért feleségemnek a ellenvéleménye dacára, ezért mindig elvállalom, hogyha azt mondják, hogy mit tudom én most jövő héten Tisza Igaron tartsak egy előadást, akkor elvállalom, és szívesen mentem el egy néhány héttel ezelőtt Bihar keresztesre, ami a román határon van, 350 kilométerre Budapesttől. Elmentem egy előadást tartani, mert tudtam, hogy oda nem nagyon jutnak el az emberek. Így van. És ugye volna, akikre kíváncsiak, a falugazdász az el van foglalva az adminisztrációval. Nem tud kimenni a határba, nem tud az emberek gondjaival foglalkozni. A kutatóintézetek, az oktatóintézmények távol vannak. Az agrárkamara saját belügyeivel van elfoglalva. És ezért nagyon szívesen látnak egy messziről jött embert, akiről azt szokták mondani ugyan, hogy egy messziről jött ember azt mond, amit akar, mert elmegy is. De nagyon örömmel és érdeklődéssel hallgatják azt, amit az ember elmond. És hát próbálom persze írásban is kifejezni a gondolataimat, és próbálom valamiképpen a legkorszerűbb termelési módszereknek a elterjedését elősegíteni. Több-kevesebb sikerrel persze. Hát én meg hallgatnám órákon keresztül, mert volna mit még, szerintem meg hátra, meg 20 órányi beszélgetés, majd szép lassan apránként majd bepótoljuk, ahogy lehetőség nyílik. Én most köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velem. Sok mindent kaptam, és szerintem a nézők is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen azt a lehetőséget, mert benne volt az, amit én tulajdonképpen ki akartam fejezni, hogy mindig érdemes beszélni azokról a dolgokról, amelyek az embereket, nem csak a szakembereket, hanem a széles közvéleményt érdeklik, foglalkoztatják, és az embereknek az életét elviselhetőbbé teszik. Így van. Köszönöm szépen. Köszönöm.